Látod, hogy mi mindig igen. itt van ez a pukli? Igen. Akkor mi volt? Hát ez a forgatási baleset, amivel körülbelül. Ugye a keresztanyú sorozatban volt, ezt nem tudod, nem. hogy ez mitől nem. van. Nem. Azt tudtad, hogy ugye van egy sérülés, de nem, pontosan? Akkor nem, ne csináltam. Ne. Hát izébe gipszbe volt a kezem. Csinálnám, hogy nem tudod. Nem emlékszel, Barszibú. Semmi. Kezem, a sztori az egyetlen is meg. Csodálatos. Most mire mondtad ezt a... Ja igen, Barátok köztre. Hát ez nekem csodálatos, hogy te nézed most a Barátok köztre a napi ismétlést. Rendnézni a sorozatban olyan értelemben, hogy úristen, mikor forgattuk ezeket a részeket, és igen. most mondtad, hogy ezeket nem láttad. Persze. Ezeket az epizódokat. Na jó, szóval akkor eljön neked. Na. Hogy mi van a kezemmel. Szóval, hogy az történt, hogy ugye forgattuk a keresztanyút, és volt benne egy jelenet, ami egy box összecsapás. Ez egész nincs meg? Óriási. Igen, szóval volt egy ilyen boxolás, és próbáltuk be a jelenetet, mint annak idején, ugye ez még így ment minden filmben. Na mindegy, hanem hogy oldjátok meg, srácok, ez volt az instrukció. Aha. És akkor megoldottuk, ami egészen jól is ment, mindaddig, ameddig jelenet ismétlésnél a partnerem nem fordult másképpen, mint ahogy az a koreográfiában volt. És akkor a keze, aminek el kellett volna csattanni a mellette, az elkapta neki az oldalát, tehát itt van, itt egy csontot. És hitemült egyébként, ez is volt a jelenetnek a lényege. Viszont én is a földre kerültem, és hát üvöltöttem a fájdalomtól, arra emlékszem. Szóval a lényeg az, hogy itt eltört gyakorlatilag ez a kéztő középcsont, azt hiszem így hívják. Igen, igen. És pontosan megrepett, tehát nem tört el, meg nem tört le belőle darab, de így megrepett. De bár szemmel láthatóan, nem olyan, mint a másik. Igen. Emlékszem, hogy rengeteg dokinál voltam ezzel, agyon röntgenezték, agyon nézegették, nyomogatták, amiről hát látom, igen, akkor is láttam, igen. Most látom, hogy nem olyan. Igen. És mindegyik orvos azt állította, hogy ez teljesen jó, ez olyan, mint a másik. Úgyhogy azóta így van, és a lényeg az, hogy akkor volt ilyen injekciókúra, meg sínbe, vagy ilyen gipszbe kerültem mindenfélebe. Sokáig fásliztam. És aztán úgy tulajdonképpen teljesen rendben jött, csak mondom, picit esztétikailag más, jó. mint volt. De ez a krém segített, amit adtam neked, ez a lényege. Jó, úgyhogy szerintem az jól fog tenni a lábadnak igen, is. Igen, igen.